Gödöllői szobránál emlékeztek meg a 106 évvel ezelőtt született Vas Albertről, munkásságáról január 10-én. A Gödöllői Református Líceum az 1990-es évek végétől testvériskolája az erdélyi író és költő egykori alma materének, a nagymúltú kolozsvári református kollégium gimnáziumának. Most a Református Líceum diákjai műsorral hajtottak fejet az író személye és szellemisége előtt. Vas Albert! Erdélyi fák között. Testvér, egy vallomással tartozom néked, amit odállt a szélbeszél. Erdélyi fák között egy évben kétszer hull a falevél. Ősszel, mikor a hervadás leszáll, s az árvafák köz zúgni kezd a szél. És tavasszal, mikor a holt mezőkre az élet üttetése visszatér. Nálunk akkor is hull a falevél. Nálunk akkor is búsak a lelkek, mikor a rónán pacsirta dalol. Úgy ég olyankor, úgy fáj valahol. Tavaszi szél még jobban megcibálja itt a fákat, s mi megmaradt emléke régi nyárnak, az a kevés is mind-mind lepereg. Erdélyi fák között, én nem tudom miért, de kétszer hullnak a levelek. A megemlékezésen a Vitézi rend tagjai is részt vettek. Jön ezer új kőműves Kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Vallotta Vas Albert, aki 1944-ben kényszerült elhagyni szülőföldjét, Erdélyt, amikor halálos ítéletet vontak ki fölötte, amit érvényben is tartottak halála pillanatáig. Vas Albertet írásaiban is száműzték. Mind a kommunista Magyarországon, mind Romániában indexre került minden verse, novellája, regénye. Nem csoda, hiszen minden betűjéből a hazaszeretet, a magyar sors iránti aggodalom sugárzik. Életművének nagyobb része a hosszú emigráció idején keletkezett. Hamburgban, majd floridai otthonában egymás után születtek a művek, de a felnövekvő új magyar nemzedékek kezébe már nem juthattak el. Magyarországon hivatalos közöny és hallgatás emelt köré falat. Évtizedek teltek el, és ki emlékezett még Róf Cegei Vas Albertre, akit már 1934-ben Baumgartner díjjal tüntettek ki. Ki tudott arról, hogy az erdélyi szétmíves szé egykori alapítója konok hűséggel szolgálja Amerikában a magyar szót. 47 kötetnyi életműve, elbeszélések, versek, regények és dokumentumértékű életrajzi vallomások kézről kézre jártak, és titkos csatornákon keresztül néhány Magyarországra is bejutott. Sajnos az 1989-es közép és Kelet-Európában lezajlott változások sem hozták meg Vas Albertnek a remélt hazatérést. Bár Göncz Árpád a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntette ki, az idős író azt is megélhette, hogy milyen érzés, amikor az anyaország nem akarja visszafogadni hazatérni vágyó fiát. A 89 éves Vas Albert magyar állampolgársági kérelmét ugyanaz a Göncz Árpád azzal utasította vissza, hogy születési helye Erdély, tehát legfeljebb román állampolgárságot kérhet. Az állampolgársággal kapcsolatos húzavona megkeserítette az író utolsó éveit. A jogi csűrés csavarás és aktatologatás után kibocsátott állampolgársági bizonyítvánnyal már nem akart élni. A választ halogató, érzéketlen hatóságok nem értették meg a bujdosó sors mögött rejtőző tragédiát. 1998-ban a 90 éves Vas Albert önkezével vetett véget életének, de az idegenkezűség sem zárható ki teljesen, mert a román titkosszolgálat többször kísérelt meg ellene merényletet, épp az Amerikai Egyesült Államok területén. Számára itt véget ért a földi küzdelem. Megmaradt viszont számunkra a szó, melyet konok hűséggel hordozott szívében és páratlan tehetséggel őrizett műveiben. Utolsó jussomat, a szót, ezt a szentépet lobogót kitűzöm fent az ormokon, s a csillagoknak meglobogtatom, hirdette a messzeségből. A távolban született szó végre hazaérkezett. Vas Albert ma az egyik legolvasottabb írunk. Életműve egy hídhoz hasonlítható, amelyen átmentődik a múlt, és reménykedünk, hogy lesz még kiknek átmenteni ezt az örökséget. Novák Gyula vendégelőadó részleteket adott elő Vas Albert, Adjátok vissza a hegyeimet című művéből. Vas Albert,
Adjátok vissza a hegyeimet. Részletek. Urak, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem világnézeti kérdésétek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet. Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák, azok a hegyek az enyimek, mint ahogy én is hozzájuk tartozom attól a perctől kezdve, hogy megszülettem ott a lábok alatt, abban a kis házban is ők benéztek hozzám az ablakon. Nem telekkönyv szerint voltak az enyimek, az igaz. De enyimek voltak Isten rendelése alapján, hogy ott születtem és ott lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet. Nézzétek, urak! Ides tova 50 esztendeje már, hogy merre rángattatok engem ebbe a játékba. Játszottatok az én bőrömön háborút és országosztást. Ide-oda ajándékoztatok engemet és a hegyeimet, mint ahogy a gyerekek ajándékozzák egymásnak a játékszereket, és én 50 esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok. Kisebbségi sorsot, megaláztatást, elnyomatást, üldöztetést a nyelven ajtán miatt. Lelkesedést is, halálfélelmet, rámenős bátorságot és fejvesztett menekülést, játszottam kétségbecsést, fájdalmat, dühöt, elvesztett háborút, elvesztett otthont és elvesztett családot, csikorgó fogó bosszú vágyat és hadifogságot. Játszottam hontalan bujdosást, magányos kóborló farkas sorsot az emberi rengetegben. Urak, nekem elég volt, én nem játszom tovább. Adjátok vissza a hegyeimet. Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol a helyet, mert nincsenek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országban, mert nincs nekem azokban az országokban semmi keresni valóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Cordillerákban vagy a Sierra Nevadán, mert más hegyei azok nem az enyémek. Számomra nincs szépségük és békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földön futóká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül, és számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem, magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet! Ne mondjátok azt se. Van, aki többet vesztett. Senki nem vesztett annyit, mint én. Nekem nem volt palotám, amit felépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt vagyonom, amit bankjaitok visszafizethetnének, ha megszállná őket a jótékonyság láza. Állásom sem volt, hivatalom sem, amelyet újat adhatnátok. Nekem semmim sem volt, csak a hegyeim. És egy asszony, akit szerettem. És az a kettő együtt többet ért, mint a világ összes palotája, vagyona, állása és hivatala. Senki nem vesztett ebben a játékban annyit, mint én. Adjátok vissza a hegyeimet. Urak, én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok és hatalmasak, és hogy kisújatok egyetlen mozdulatára, milliók halnak meg, országok cserélnek gazdát, és földrészek tűnnek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy ismeritek az igazságot és a törvényt, amit Isten a földnek adott, és szívetekben jó szándék szűri át, még a kisújatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitól során erre a földre rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. Urak, elmondom nektek az életemet, a játékot, amit játszanom kellett, mert így írtátok meg számomra a szerepet. Nem az egyik vagy másik közületek, nem ez vagy amaz. Ennek a szerepnek megírásában nincs köztetek bűnösebb és büntelenebb. Mind együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért. Valamennyien, akik a világ dolgait intéztétek határokon és drótsövényeken és világrészeken innen és túl.
Elvettétek a hegyeimet, s az életemet elrontottátok, mint ahogy a vásod gyermek elrontja a játékot, amit már megunt, aztán a szemédre löki. De ma már tudom, nem tehetek mást. El kell mennem oda, ahol a világ nagy urai esztendők óta gyűléseznek már, és szónoklatokat tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtókon, úgy be kell mennem az ablakokon, de oda kell állanom elébük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat, mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és mások szabadságát oda ajándékozni az ördögnek. Igazságról, emberi jogokról beszélni, és oda ajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük, mit vétettem ellenetek, urak? Mit vétett az én népem ott, a hegyek között? Majd előveszik pénztárcáikat, mint ahogy azt a gazdagok szokták, ha nem tudnak megfelelni a szegények kérdésére. Én azt mondom nekik, nem, urak! Ne alamizsnát adjatok! Adjátok vissza a hegyeimet! A megemlékezésen megkoszorúzták Vas Albert szobrát a gödöllői önkormányzat vezetői, pártok, iskolák, civil szervezetek, így a gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Telekipál Egyesület, a Vitézi Rend és a Nemzeti Lobogó Társaság képviselői is.